Sziasztok! A mostani videóban korunk egyik legnagyobb tőzsdemágusáról fogunk beszélni, aki nem Warren Buffett, nem is Soros Gyuri bácsi, nem egy okoskodó elemzői vénával megáldott ember, hanem egy igazi ösztönlény, aki nem más, mint Donald Trump. Az ex-elnök és talán újra elnök hosszas jogi húzavona után február közepe óta egy tőzsdei cégbe főrészvényes. A cég pedig nem más, mint a csodás Trump Media and Technologies Group, amit még 2021-ben alapítottak Trump hívei, és azt a célt szolgálta, hogy egy új közösségi médiás céget építsenek, ahol ezek a gonosz nagy cégek nem nyomják el Trumpot, meg a szólás szabadságot, mert ugye akkoriban Trumpot kitiltották a Facebookról, YouTube-ról, Twitterről egyaránt. Meg is született a Truth Media, ami egy ilyen Trump-féle Twitter klón lényegébe, és hát itt osztotta meg magvas gondolatait a volt elnök, kb. 1 millió felhasználójuk van, ami még ahhoz is kevés, hogy hát így törpének nevezzük ebbe a közösségi médiás bizniszben, itt azért így 100 milliótól indul a számolás, de hát Trumpnak 74 millió szavazója volt 2020-ban, hát azok közül is csak elenyészően kevesen regisztráltak, ugye már 3 éve fut ez a Truth Media. Azóta persze sok minden változott, Elon Musk megvette a Twittert, ahol nincsen már semmi véleményszűrés, Musk ugye a kontrollálatlan szólásszabadság híve, de is azóta a Facebook és a YouTube is visszaengedte Trumpot, idén márciusban már posztolt is mind a kettőn. Amúgy szerintem ne tiltani valakit azért, mert azt gondoljuk, hogy hülyeségeket beszél, nem szabad, az embereknek egyszerűen alkotmányos joguk hülyének lenni, ha valaki laposföldhívő, oltásellenes vagy akármi, szerintem beszélhet róla nyugodtan, max majd én, mint felhasználó, blokkolom a tartalmat, hogyha nekem nem tetszik. Ez a kitiltás dolog a legtöbb esetben különben kontraproduktív, Trump is csak nyert vele, semmit veszített, sőt az egész jogi eljárás, ami ellene folyik, véletlenül többet hoz számára, mint visz, aminek hatása lesz majd különben a Trump média árfolyamára is. De hogy a túróba lett Trump garázs cége egy tőzsdei vállalat, ahol a volt elnöknek 58%-os tulajdoni részesedése van? Ez a Truth Social, ugye a Twitter klón, égette a pénzt 2023-ban 4,1 millió dolláros árbevétel mellett 58 millió dolláros veszteséget termelt, kellett egy kis segítség, és jött is a Trump céget felvásárolt egy állítólag Trumphoz közel álló alapítókkal rendelkező Digital World Acquisition Corp, ami egy úgynevezett SPAC, ami egy olyan különleges cég, amit azzal a céllal hoznak létre, hogy felvásárlási célpontokat találjon magának, és így azokat tőzsdére vigye. No hát ez megtörtént, Trump az új cégbe ugye 58%-os tulajdoni arányjal rendelkezik. Ha ezekről a SPAC formátumokról, SPAC-ekről csak annyit tudsz, hogy jó így távolról elkerülni őket, akkor különben a lényeget tudod. Az alapítók ugye általában kiszállnak akkor, amikor így emelkedik az árfolyam, mert valami őrület van, nyilván ezzel lenyomják az árfolyamot, plusz hogyha az árak jól alakulnak, akkor mindenféle extra részvényeket adnak magukat, nyilván azt is eladják majd, valamint hát az egész folyamat következménye, hogy olyan cégek tudnak így a tőzsdére kerülni, amelyek úgy így alapvetően nem ütik meg a mércét, alkalmatlanak lennének arra, hogy oda kerüljenek, hát mi a túrónak akarsz te ilyen cégeket birtokolni? De persze a Trump média továbbra is égeti a pénzt, és hát lényegében így üzletileg az egész egy ilyen értelmezhetetlen valami, tehát ettől még kell a pénz, új részvényeket fognak kibocsátani, amiket minden bizonnyal meg is fognak vásárolni a népek. Lényegében a Trump szimpátia, a Trump támogatás egy módja a cég részvényeinek vásárlását 2020-ban 74 millióan szavaztak Trumpra, hogyha ezeknek így a 2-3% részvényt vásárol, az már elég egy ilyen őrülethez, hogy felhajtsa az árfolyamot. Aztán persze jönnek a spekulánsok is, akik ráugranak az egészre, és olyan GameStop részvényhatás lesz, akkor is ugye értelmetlen részvényeknek hajtották fel az árát, ugye a közösségi médiába szerveződő kisbefektetők aktív részvételével. Szóval a Trump részvény mögött hát valós értékteremtés az nincs, és véletlenül soha büdös életben nem is lesz, ez nem is arról szól, ez így a politikai szimpátia, meg így a tőzsdekaszinó harmóniája. És a szimpátia azért erősödik Trump mögött, mert sokan úgy érzik, hogy meghurcolták Trumpot, próbálták elnyomni, lényegében egy ilyen protest szavazás sokak részéről, hogyha egy Trump részvényt vásárolnak. Ami a kiszállást illeti, hát nyilván Trump is ki akar szállni, vagy csökkenteni a pozícióját, amikor ezt jogilag megteheti, egyelőre nem mondott olyat, hogy ilyesmit tervezne, ezzel akár a saját kampányát is tudja majd finanszírozni. Különben
A csúcson különben 6 milliárd dollárt ért Trump csomagja, mármint dollárban, a most szállna ki, akkor is 100 milliókat kasszálna, ezzel a mostani áreséssel különben szegény Trump barátunk kiesett a Bloomberg tőzsdei milliárdosok indexéből. Ha az Excel-nök vagyonát nézzük, ugye, ami főleg ingatlan, azt ilyen 3,7 milliárd dollárra teszik, ugye itt erős apai örökséggel indult, tehát akkor is egy élet munkájánál többet keresett pár hónap alatt, egy értelmes tevékenységet nem végző tőzsdei céggel, na hát emberek, ilyet is csak a tőzsde tud, ezért is szeretjük a tőzsdét. Ugye most azért is szakadt az árfolyam, mert belevágnak a streamelő bizniszbe, amiben a Netflix, Disney, HBO Max dominál, no hát így a Netflixet leszámítva azért itt mindenki erős kihívásokkal küzd, nem véletlen, hogy nem tetszett az összlet a részvényen játszó publikumnak, már majdnem befektetőket mondtam, bocsánat. Amúgy az, hogy egy cég cash-t pénzt termele, avagy nem, hát ez nem politikai dolog, hanem így teljesen gazdasági, meg így az Excelben látszanak a számok, de már beszéltünk arról, hogy azért ez így sokkal kevésbé egy ilyen klasszikus részvény, sokkal inkább ilyen politikai támogatás, legalábbis sokak számára, amikor ezt a részvényt megveszik, tehát ez egy ilyen speciális eset. Amúgy, ha majdnem az elmúlt 100 évet nézzük az amerikai tőzsdén, ugye a tőzsdei performance-ot vizsgálva, akkor lényegében tök mindegy, hogy demokrata vagy republikánus az elnök, ezek így hosszú távon semmit nem befolyásolnak. A fogadó irodák szerint márciusban különben Trump győzelem volt az esélyesebb. Személy szerint, megmondom őszintén, nekem tök mindegy, melyik nagyfater nyer, még ugye akkor is, ha a világ legerősebb országának lesz a vezetője, hát én úgy érzem, hogy így rossz, meg még rosszabb közül lehet választani, vagy fognak az amerikaiak választani, és hát nem vagyok benne biztos, hogy melyik a rossz, meg melyik a rosszabb. Amennyiben Trump nyerne, akkor a deglobalizációs folyamatok így okos emberek szerint folytatódnának, vagy tovább erősödnének, ugye ezek azért Biden alatt is mentek tovább. Ez a gyárcs otthon dolog amúgy különben infláció fokozó hatású, tehát áremelő hatású, Biden éppen most akarja megháromszorozni az acél és alumínium import vámokat Kínával szemben, most 7,5% ez a vám, mindezt ugye az amerikai acélipar védelmébe. Ezzel lehet Biden szerez néhány szavazatot, de az amerikai vagy a magas vámú kínai acélt használni, azért jó eséllyel költségesebb lesz a cégek számára, hát nyilván a megemelkedett költségeket majd tovább hárítják, és tessék, már is az inflációnál vagyunk. Trump korábban különben a gyenge dollár híve volt, legalábbis mindig nyüstölte szegény Jerome Powell-t, hogy vágjon már kamatokat, hát véletlenül ez most is így lesz. Biden alatt különben a háztartások vagyona tovább növekedett, bár ennek azért ára is volt rendesen, a költségvetési egyensúly az lényegében felborult Biden 4 éve alatt, az államadósság is nőtt rendesen. Az USA lakosságának részvény kitettsége különben majdnem olyan magas szinten van, mint hogy a 2009-es válság előtt volt, tehát nyilván benne van a tőzsdei árfolyamok emelkedése is. Ebből az is következik, hogy a részvénypiacnak, vagyis nekünk, hát fontosabb az elnök személyénél, hogy a jegybank szerepét betöltő Fed mit csinál, ugye meg 3 hónapja zsinórba az infláció magasabb volt, mint a várt, és hát jó eséllyel ennek hatására ez a magas kamatszint, ez így hónapokig így marad. A választási kampányban, ha így novemberig Bidenig csinálnak valamit, hogy szavazatot szerezzenek, hát annak inkább ugye infláció fokozó hatása lesz, lásd ugye acélipari munkások megmentése, vámemelés által, vagy ha lesz valami pénzosztás, hát akkor az nyilván a keresletet növeli, annak pedig árfelhajtó hatása van, hát ugye a magyar inflációnak is azért megágyazott rendesen a 2022-es pénzszórás a választási kampányba. Tehát a politika már csak így működik. Ha visszakanyarodunk ugye Amerikára meg az inflációra, akkor például ott van a közel-keleti feszültség, hát ha ott így még jobban eszkalálódik valami, akkor így minden bizony az energiaáremelést okoz, aminek meg szintén ugye áremelő hatása van, szóval mindig oda kanyarodunk vissza, hogy az inflációt illetően azért továbbra is sok a kockázat, ami megint ugye felveti annak a lehetőségét, hogy a kamatszintek azok sokáig ilyen magasak maradnak Amerikában. Ha így át akarunk menni Török Gáborba is választási esélyeket latolgatni, akkor Biden érdeme, hogy alacsonyra csökkent a biztosítás nélküliek száma, ugye ezt az Obamacare biztosítási rendszer Trump utálja, de népszerű, ezért a republikánusok sem mernek hozzányúlni,
vagyis kiadáscsökkentést azt nem támogat lényegében egyik oldal se, a bevételi oldallal se tesznek semmit, ugye Trump adócsökkentése 2025-ben kifut, hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, mit fognak ebből megtartani, hogyha én amerikai szavazó lennék, ott ide a hanyatló nyugaton, akkor én bizony arra szavaznék, aki arról beszél, hogy hogyan rakja a költségvetés rendbe, és hogyan állítja meg az adósság növekedését, hát nyilván ilyen politikus nincsen, vagy nem nagyon van. Ami téma lesz viszont a választáson, sőt, akár az egyes számú is lehet, az ugye a növekvő illegális bevándorlás, hát itt Biden rosszul áll, az USA amúgy azon kevés ország közé, vagy kevés nyugati ország közé tartozik, a lakosság növekedni fog ebben az évszázadban, 400 millió fő lesz vélhetően az évszázad végére, de a választók valami szabályozottabb folyamatot szeretnének. Bidenék alatt különben a kitoloncolások kis rekord alacsony szintre estek, a bevándorlás amúgy különben infláció csökkentő hatású, ha éppen munkaerő hiány van bizonyos ágazatokban, hát nálunk is van ilyen fajta bevándorlás, csak másképp oldják meg, ugye fülöpszigeteki, mongol, indonés, stb. Vendégmunkások jönnek, de a lényeg meg a hatás az ugyanaz. Ugye, hogyha Trumpra akarsz tenni, mert hogy jelenleg sokak szerint ő az esélyesebb, akkor gondolhatod, hogy ugye zöld energiás cégeket el kell adni, olajos cégeket megvásárolni, de hát ezt a régi bölcsességet elfelejtheted, Biden alatt ugye rekordösszeget költöttek zöld beruházásokra, de közben az olaj- és gázcéges index az több mint 200%-ot menetelt, még a NASDAQ Clean Energy Index, amiről azt gondolnád, hogy így korrelál a demokratákkal, az meg így jó beszakadt, tehát ugye megint oda jutunk, hogy régi bölcsesség, kuka. A grafikont kell nézni, meg az árazásokat, nem az elnök embereit, meg az elnököket, a politikust akarsz látni, nem kell Amerikába menni, itt is van elég. No, ezzel a megnyugtató gondolattal zárjuk a videót, ha tetszett, segítségedre volt, akkor like, megosztás, feliratkozás, várom a kommenteket szeretettel, illetve május 18-án továbbra is tőzsdetanfolyam lesz, ott is várlak szeretettel. Ennyi volt a videó, köszönöm szépen, sziasztok!